A magyar kormány legfontosabb célkitűzése az, hogy minden egyes magyar állampolgár tudja, hogy biztonságban van, és hogyha a bűncselekmény áldozatává válik, akkor tudja azt, hogy van segítség. És a hálózattávfejlesztésnek ez a távlati célja, hogy minden egyes megye székhelyen, tehát lehető legközelebb tudjuk hozni az állampolgárokhoz a fizikailag elérhető segítségnyújtó központot. De nem jelenti ez azt, hogyha az ország másik pontján ér valakit baj, akkor ne lenne egy olyan 24 órán áthívható ingyenes telefonszám, amely azonnal elirányítja a lehető legközelebbi segítségnyújtó ponthoz. Hiszen tudnunk kell, hogy az áldozatsegítés egy nagy rendszer Magyarországon. Ebben több minisztérium, több állami szerv, hatóság, alkotmányos hivatal, és ezek mellett természetesen a civil és a egyházi jótékonysági szervezetek hathatós együttműködése az, ami kiadja az áldozatsegítés rendszerét. A mi feladatunk az ezekben a központokban, hogy mindenképpen a személyre szabott, abban az adott helyzetben bajban lévő állampolgárnak a legmegfelelőbb számára elérhető és számára igényelt szolgáltatást tudjuk nyújtani. Ez lehet adott esetben egy jogi segítségnyújtás, lehet azonnali pénzügyi segély, de lehet pszichológiai, hosszú távú segítségnyújtás is. 2020 az áldozatsegítés éve az Igazságügyi Minisztériumban. Ez azt jelenti röviden, hogy folytatjuk az elődöm által megkezdett munkát, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az a tudás, ami Magyarországon már rendelkezésre áll az áldozatsegítés rendszerében, az eljusson a bajba jutott állampolgárokhoz. Tehát ez nem csak központok megnyitását jelenti, és az országos hálózattá szervezést, hanem az online és a telefonos segítségnyújtást, kommunikációs kampányokat, tehát azt szeretnénk, hogyha tudatossá válna, tudatosulna minden egyes magyar állampolgárban, hogy mit akar az áldozatsegítés nagyon komplex rendszere, hogy mindenki tudná, hogy nincs egyedül, és legyen bármilyen közösség része, a közösség ad olyan eszközöket a kezében, amivel meg tudja védeni magát. Úgy érzem, hogy most kormánytagként sokkal nagyobb lehetőségem van arra, hogy ráhassak a jobb joggyakorlatokra, vagy éppen a jogalkotásra. Éppen ezért természetesen személyes motivációm az, hogy nagyon szeretném, ha egyetlen egy gyermeknek, felnőttnek nem kellene bántalmazást elszenvednie.